Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk, és egy bibliai történetről beszélhetünk. Ennek a főszereplője, mit gondoltok ki? Egy bácsi, hát sajnos ez a bácsi vak, és Jézus valami nagy dolgot tett vele. Őről fogok veletek beszélni. A Jerikói út mentén szoktak koldusok ülni, hát egy ilyen koldus volt Bartimeus. Szegény feje, kéregetésből élt. Hogyha egy kis mozgást hallott, akkor mindjárt kinyújtotta a kezét, és kérte, hogy itt vagyok én, szegény nem látó, adjatok nekem a kenyérre egy pár fillért. És hát így kéregetett. A másik kezében volt egy bot, hát csak olyan bot volt, ami éppen elbírta őt, ha rátámaszkodott. Tudjátok, hogy egy vakembernek nagyon nagy segítség, ha van botja, mert hát nem látja az akadályokat, esetleg beleütközik egy kőbe. Hát ott Jerikó körül nagyon sok ilyen nagy darab kövek hevernek a földön, és nagyon gödrös a talaj, úgyhogy ott nem olyan egyszerű a gyalogos embernek közlekedni. És hát így a botra támaszkodva próbált eligazodni. Ha jó szívűek voltak az emberek, akkor belekaroltak, és segítettek neki. Nem tudom, hogy volt-e már alkalm arra, hogy te egy vakbácsival találkozzál, és karon fogd, és átvezesd az útnak a túlsó oldalára. Milyen nagy dolog az, a szeretetünket így is kifejezhetjük, hogy a hátrányos állapotban lévő embert szeretettel segítjük az úton. Tehát ez a szegény ember sokszor sírt, esett az eső, fújt a szél, nem volt neki hova húzódnia, és ott volt magányosan, mert hát a rokonság nem állhatott ott mellette egész nap. Reggel letették az út szélére, aztán mindenki hazament, végezte maga munkáját, aztán este felé mentek érte. És a nehéz időben, hogyha esett a szél, esett az eső, és fújt a szél, akkor is ott kellett neki ülni. Hát, sokszor hallott lónyerítést, meg szamárbőgés, meg néha ilyen takaros kecskék lóbálták a szakállukat is, meg mondogatták, meg jól laktunk, meg regeltünk, szép nagy zöld füvet, és tele van a hasunk, megyünk hazafelé. És hogy ez a vakember mind hallotta a lónyerítést, a szamárnak a hangját, és hallotta, amikor a kecske is ott mekegett, meg néha hallotta, amikor a pásztor bosszúsan terelte a birkáit. Nem arra, hanem emelre. Hát szegény Bartimeus nem is tudta, hogy merre van az erre, meg az arra, mert nem látott. Ugye, a szívünkben komolyan is elgondolkodhatunk, hogy milyen nagy dolog az, hogy valaki nem lát, milyen nehéz dolog, és hogy egy vakember mégis szeret élni, van életkedve, és megtanul írni, olvasni. Nagyon-nagyon példás dolog ez számunkra. Tehát
az úton mentek az emberek, beszélgettek, az állatok is. Hát akkor még tudjátok, nem volt Trabant se, nem volt semmiféle autó, maximum a Szamáráton utaztak az emberek, vagy aki jó módú volt, volt neki egy lova, és az vitte hosszú kilométereken át, de hát a Bartimeusnak csak egy botja volt, és egy üres keze. És meghallotta, hogy jönnek, hallotta a lépések dobogását, és ekkor egy ember odahajolt hozzá, és azt mondta, hogy Jézus jön. Bartimeus a füléhez tartotta a kezét, hogy jobban hagyja. Ki jön? Kicsoda? Jézus. Jézus jön. A Dávid fia jön. Dávid fia jön. Akkor én szeretnék a Dávid fiához oda jutni, és akkor elkezdett kiáltozni, hogy Jézus, Jesus, Dávid Jesus, fia. Először olyan halkabb hangon, aztán felemelte hangját, hogy Jézus, Dávid fia, Jesus, könyörülj rajtam. Hát ez olyan nehéz kiáltás volt, amikor valaki nagyon szeretne valamit kérni, és ilyen szívszakadtan kiállt, hogy Jesus, itt vagyok, vakon, Jesus, csak a botom van, és semmi más. Hogy kiáltozott, mert ő is szeretett volna látni, Jesus, ő is szeretett volna az emberek között élni, nem úgy, hogy kivetett az útszélén élő ember, ha adtak neki enni evet, ha nem adtak, akkor nem evett. Hát, így kiáltozott. Szerette volna Jézust megismerni, szerette volna Jézust megérinteni. Gyerekek, ti szeretnétek az Úr Jézus Krisztust megérinteni, úgy lélekben. Már fizikai módon nem tudjuk, de lélekben. Szeretnél-e hinni Jézus Krisztusban? Szeretnél-e közel kerülni hozzá, és próbáltál-e már így imádkozni, mint ez a Bartimeus, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, adj nekem hitet, Jézus, hadd ragadjalak meg téged. Szoktál-e imádkozni? Szoktad-e kérni, hogy az Urat megismerd? Szeretnél-e Jézussal szívközelbe jutni, és hogy az ő szeretetében részesülni? Tehát kiáltozott, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Hát az ott állók, köztük a tanítványok is, ráförmettek, hogy gondolod? Ne zavard Jézust, a mestert, a Dávid fiát, nem érő rá. Ilyen emberekre, mint te, fontosabb dolgai vannak, mint az, hogy veled szóbáljon, vagy törődjön. Ó, milyen csúnya ronda volt ez a közvélemény, hogy Jézusnak nincs ideje, szeretete a vakok számára, egy ilyen vak számára. Dehogy, hát Jézus nem zavarja az ember kiáltása, őt nem zavarja, hogyha te könnyek között, ha fáj valamid, az Úrhoz kiáltasz, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És hát szegény Bartimeus úgy magába szállt, hogy őt így lecsendesítették, hogy ő neki nincs joga Jézushoz imádkozni, kiáltania. Hát ez nagyon fájt neki. De Jézus hallotta. Azt is hallotta, amit az emberek mondtak, de hallotta a vak szavát. És akkor magához hívta Jézus, kitárta mind a két kezét. Ez a szeretetnek a jele.
hogy magához ölelje ezt a vakembert, hogy meggyógyítsa a szemét, és tudjátok, hogy Jézus, amikor magához ölelte ezt az embert, és megérintette, hogy a vakember azt kezdte észrevenni, hogy valami történik benne, valami történik a szemében, hogy a szemével, amivel eddig nem látott, nem látta a fákat, nem látta az embereket, nem látta a gyerekeket, nem látott senkit, és hogy szinte elképzelhetetlen volt számára, hogy hát hogy is lesz, hogyha ő lát, hogy mit fogja akkor csinálni, hogyha látni fog. Mi, akik látunk, mennyi mindent tehetünk, mennyi minden jót tehetünk másokért, hogy mi is szerethetünk. Mi, akik látunk, mire használjuk a szemünket, mire használjuk a szívünket, van-e benne szeretet? Törődünk-e másokkal, vagy csak kicsúfoljuk az osztálytársunkat, és utána elkezdünk egy imát rebegni. Ugye, nem vagyunk mi ilyen undokok, hogy csúfolódjunk, hogy a nálunk gyengébbeket megalázzuk, leszóljuk, beléjük rúgjunk, elküldjük őket. Jézus magához hívta, aki mindenki, aki távol akarta tartani őt Jézustól, Jézus magához hívta, lehet, hogy téged is. Sokan távol akarnak tartani az osztálytársait, hogy ne higgy, nincs neked arra szükséged. De ne hallgass ezekre a szavakra, hanem hallgass meg, amit Jézus mond, hogy ő hív téged. Jézushoz odament a vak. A vak átölelte őt, és megnyílt a szeme. És elkezdtek a könnyek folyni a szeméből, örömében sírt, boldog volt, nézett jobbra, nézett balra, nézett előre, megfordult, és mindent, hogy itt egy pálmafa. Itt pedig, hát van egy meder, arra van az út, itt mennek emberek, magát Jézus látta. Ez volt a legnagyobb öröme, hogy Jézust látta, meglátta, meglátni Jézust. Ez a legnagyobb öröm. Az Úr adja meg nektek is, hogy higgyetek Jézusban, aki meghalt a Golgotán a bűneinkért, aki megsebesítetett kezén és lábán, és szívébe dárdát szúrtak, aki tövis koronát viselt a fején, értünk, a szeret téged meg akar menteni, és örök életet ad neked, ha hiszel.